beszélgetni a Dipápolvi Színjátszó csoport nevében. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem községünk elüljáróit, polgármester urakat, a plébános urat, és nem utolsó sorban szeretném köszönteni Solymár község képviselőit. Nagyon örülünk, hogy sikerült eljöjjenek, és megtisztelnek jelenlétükkel. Reméljük, hogy jól fogják érezni magukat, és egy kis ízelítőt fognak tudni itt a mi községünk kultúrájából. És most néhány szót. Január 25-e, ez egy jellegzetes dátum, Pál napja. Ezt a napot Pál fordulásaként tartjuk számon, a kemény téli időjárás lassan megfordul. Ezen a napon a mi falunkban is, Pálfalván, nagy a sürgés, forgás, mindenki készül az immár hagyományossá vált Szent Páli búcsúra. Sütés, főzés, készülnek a finomabbnál finomabb ételek, hogy majd az ünnepi szentmise után kellőképpen el tudjuk látni vendégeinket. Persze nem csak étellel, itallal várjuk vendégeinket, hanem minden évben lelkes csoporttal várjuk a vendégeket, falubelieket, a kultúrotthonban, ahol színdarabos bállal zárjuk a búcsú ünnepét. Hát néhány szót. Ez a lelkes kis csapat ma Nóti Károlynak a Nyitott Ablak című bohózatát fogja most bemutatni önöknek. Ez a kis vígjáték egy századvégi kisvárosban, Szerdahelyen játszódik, ahova beszállásolnak egy század katonát, kiknek jelenléte igencsak felborgatja a kisváros csendes, egyhangú életét. Különösen az eladó sorban levő lányokét, az úri kisasszonyoktól a cserédlányokig. Éjszakánként sorra nyílnak a földszinti ablakok, szövődnek a szerelmek, és rohamosan nő a törvénytelen gyerekek száma. Talán ennyit ízelítőnk, aztán majd lássuk, hogy milyen bajt is hoz a mi lányainkra ez a nyitott ablak. Most pedig a szereposztás a következő képen alakul. Polgármester bíró előtt. Polgármesterné Bakó Ildikó. Lányuk Klárika Santos Terés. Cserédlányok Erzsi Ferenc Timea. Marcsa Salamon Emese. Hadnagy Klári udvarlója Fülöp Ervin. Zsoli színésznő Vaszi Laura. Őrnagy Pál Árpád. Novotnyi Baka Bakó Zoltán. Károly Baka Fülöp Lórán. Zamek hivatalnok Nagy Árpád. Pincér Salamon Botom. Nyitott ablak nyári éjszakán, néha bajhoz egy leány rád.
Mondja a főúr, sarkadinnya jó be van ütve? Hogy ne kérem, polgármester? Hát akkor hozzon. Mi? A sarkadinnyét. Abból ám hozhatok, kérem. Miért? Miért? Azért már csak egy adag van. Hát nekem nem is kérte. Igen, csak az az őrnagy úrnak van rezerváló. Mondja meg az őrnagy úrnak. Ne mondjon az őrnagy úrnak semmit, elmehet? Igen is. Hallottál, Mária? Az őrnagynak rezerválnak dinnyét, de nekem polgármesternek nem. Ugyan, papa, ne csinálj mindenből tekintélyt érzés. Nem olyan fontos az a dinnye. Itt nem a dinnyéről van szó. Amióta a katonaság Szerdahelyre betette a lábát... Azóta Szerdahelyen minden fellendül. Csak a polgármesteri tekintély szállottalan. Amióta az őrnagy itt van a városban... Lajos, már megint kezdett. Végül is te hoztad ide a katonaságot. Te építetted a kaszárnyát. De ki számított erre? Most felfalt a saját gyermekem, mint kantor a pólusa. Papa, Szaturnus volt. Ne taníts te engem! Szaturnus egy csillag volt, és különben is utolsó esetlő vendéglőben vacsorázunk. Szóval, ha leánynak kimenője van, én főzzek, mi? Bezzeg, Erzsinek nem kellett kimenő vasárnap. Szóval arról is a mama tehet, hogy Erzsi betegé. Na, csak meg ne egyetek. Szóval nekem nem szabad egy szót sem szólnom. De fizessünk és menjünk. Nem tehetünk, mert Tamási hadnagy idején írtünk, nála vannak a jegyek. Persze, ha hadnagy azt parancsolja, hogy várjátok meg, akkor én hiába akarok menni. Lajos, most már elég legyen? Nem lesz elég. És ha az a hadnagy ideje, meg fogom neki mondani, hogy elmentek vele a színházba. Jöjjön, csókolom a hölgyeim. Jó estét, Tamási! Elhozta a jegyeket? Igen, ám, de menjünk is, már kezdődik az előadás. Na hát akkor egy-kettő, papa, fizes! Majd később fizetek. Amíg a színházba vagytok, átfülök egy kicsit az urakhoz. Jó mulatást ajánlom, hadnagy úr! A viszontlátásra! Most meg tanítom az urakat kártyázni. Hát a zenészeknek is pihenni kell egy kicsit. Pihenjenek otthon. Az embernek egyszer van egy héten kimenője, legalább akkor táncolja ki magát. Táncolhatunk ma még eleget. Igen, de nekem tétrák tartunk kell lenni, mert ha egy percet is kések a polgármester lehalasztja a felelőt. Hát aztán is úgyis elvigy a jövő héten. Az mindegy. Nekem pedig nem nagyon tetszik, te Marcsa, hogy olyan gyakran váltogatod a helyet. Hát mit csináljak, ha az Erzsi visszajön? Igen, de alig, hogy az ember megszokik egy konyhát, rögtön egy új konyhán kell kezdeni. Ez nagyon egészségtelen a gyenge szervezetemnek. Csak nem akartam neked mondani, de a polgármester konyhát ma alig hívja a gyomor. Á, könnyű neked. Hanem már rég akartalak kérdezni. Nincsen valami jóra való barátnő? Minek neked? Nem nekem kell, hanem a Novotnyinak. Ki az a Novotnyi? Egy rezervista, de nagyon jó fiú. Könnyű neki, egy kis pénze is van, és én megértem neki, hogy ufátlenül szerzek neki egy lány. Itt a bar. Mána mióta barakul teszi az életemet egy lány. Hát ő nem tud magának egy lány szerezni. Hozzá? Nem fél a nő. Hát akkor mi lehetél meg? Már hát mi szeretnénk el. Igen. Majd. Ez a Novotnyi. Na hát akkor nem találni, nem tud magának egy lány szerezni. Miért? Hát ez nagyon tisztességes. Így fél. Jó estét. Jó szolgálat. Mi van? Kérem, van a saját bor, konyak, vodka, fordalgod, jágáska. Hát hozzuk. Mi? Hát mit tudom én, maga olyan gyorsan beszél egy szót semmit. Kérem, van a saját. Na látja. Vodka. Mit? Saját. Na, hozzon egy jágáska. Igen. Halló, fő. Tess. De ne legyen túl már. Igen. Halló, főn! Tess! Igen, ne legyen túl ide. Igen. Halló, főn! Tess! A habarul én. Igen. De hadd csak, én áthívom ide a nőt. Hát én mit csinálj? Mi az, hogy mit csináljak? Mit csinálj velem semmi? Jó, hogy... Mioszkalunk. Szervusz, mit őszobsz egyelünk? Gyere ide a mioszkalunk. Gondolod? Hát persze. Nem maradsz, ha megyek. Dehogy haragszom. Na, akkor átmehetek.
Szégyenem, gyere itt! Ez az én novotnyi barátom. Én is. Köszönöm, Garbo, hogy nagyon szép van. Ne haragudjék, novotnyi úr, mert te már kérdezed. Maradj még egy kicsit. Maradj éppen. Nem maradhatok. Pont szép irányra otthon kell jönni. Na jó estét. Mit fogyasztottál, majd én kifizetem? Nem fogyasztottam semmit. Akkor én fizetem. Hát Fulton, kicsoda, aki tigé? Nem, hát az én ismerősöm a Marcsa. Akkor mit így csinálni? Várjál, aki ígértem ide fog jönni. Hova? Ide az asztal. Mikor? Késő. Az az egy pohársor. Már odaadtam jeges kalvét, az nem passzolos is. De hát nekem hozasz. Hát te nem tudsz oda. A hozatni tudok csak fizetni. Hogy nem a bolond vagyok. Meglátod, olyan szép nőt fogok neked bemutatni. Szép? Bizony nagyon szép. Pincé, hozzon csak egy pohársot. Igen is. Tehát, azt hiszem, ha nekem is ilyen szép bajszom volna, mint neked. Nekem is könnyebb dolgom volna nőtte. Azt a bajot csak azért nevettettem, hogy rám ne ismerjen. Aha, az a lány, akihez beugrottál az ablakon. Hát azért neveztettél te, hogy? Igen. És mondd, mikor bemásztál az ablakon, rögtön egy csókot. Hát nem éppen, mert előbb házasságot ígértem. Nem, én olyan izgatott vagy. Hol marad ilyen sokáig? Csak légy nyugodt, mindjárt itt lesz. Ide adtam neki rendezőt. Hogy fogunk megismerni? Ide fog ülni az asztal. Hát akkor megvárjuk. Köszönöm. De, az is lehet különben, hogy már bent van a tánc. Gondolod? Gyere, nézzük meg! Igen, de mondd, hogy kell egy nyálva anyja megkezdeni a beszélbe? Hát ide, ide. Leülsz meg. Vele nézel a két szép szemébe így inni, és mondod neki, hát alig vártam, hogy magácskát megismert. Hát ez igaz is. Aztán közelebb húzod hozzá, aztán megfogod a kezét. A kezét? Igen, a kezét. Csak a kezét? Hát először csak a kezét. Aztán? Aztán a másik kezét. Aztán? Aztán megsimogat. Csak a kezét? Igen. Aztán megcsókol. Még mindig csak a kezét? Olyan lassan megy, mikor én hallgassam. Ne járjon a szám. Gyere már. Megmagyarázom. Mondjuk, hogy te vagy a... Lajos, Lajos, azonnal gyere ide! Lajos, Lajos!
Lajos! Mi az, mi az, mi van? Ez a katonai szemtelen kérdés. Mit akar magától a hölgytől? Igazán hozzam. Az, hogy a feleség, az üzöm is nekem. Hát én mégis csak tudok. Kérem, ez hallatna, őrnagy úr. Tűrhetetlen a katona, akin zutalják az úri asszonyokkal. Kicsoda, kérem, polgármester úr, csak nyugalom. Rögtön elintézett. Vezess el ezt a katonát és holnap reggel raportra. Igenis, őrnagy úr. Tessék csak rám bízni az ügyet, ez a katona megkapja a méltó büntetését. Békésen találkoztam a kisasszonynal, amíg az úr közben állt. Én feleségemmel? Ugyan maga ne beszéljen vele, karrújozott össze a hölgye. Azért jöttem úgy utalnom a kocsmába, hogy katonákkal ismerkedjék. Lajos, az egészből egy szó sem szólt. Jaj, de hazudós, ide adott nekünk rendezni. Kicsoda? Maga összehozta a feleségemet a barátjával? Én, hiszen én nem is ismerem a hölgyet. Ne tagadj, hiszen sört is fizettem neked. De marha, hiszen ez nem az a nő. Na csak gyere haza, majd adok én neked otthon katonát. De hát ez borzasztó, hogy képzeled? Egy szót sem, adok én neked majd katonát karon hölgye. A víztű, te fogolj vagy és le vagy tartóztatva. Hát a víztűmet csak meg eltem, mire kijövök állni. De? Mondom, le vagy tartóztatva. Ugyan már mit nézzük, legyen egy kis szíve. Hadd legyen szegény ember azt a víztű. Mondom, hogy le van tartóztatva. Akár le van tartóztatva, akár nincs víztű, tegyen zsáni. Nagyon szépen köszönjük, mi álltunk, halpró. Ugyan kérem, hagyjon békén, nem látta el, amit tartottam. Maga már régen henteg azzal a kávéval, na majd meglátjuk.
Viszont tartalmat, kezdáig egy csókolom. És felejtett a cigarettát. Ó, Istenem, milyen szórakozott vagyok. Nagyságos asszony, kérem, legyek az első. Jó, azért nem kell úgy kiabálni. Én nem is kiabáltam, én csak mondtam. Maga lemondta, fiam, maga kiabálta, fiam. Ilyen szórakozott ember, mint ez a hat nagy, nem láttam. Most meg a kesztyűjét felejtett be. De küldjem az első? Igen, küldje be. Igen is. Klári, eredj a másik szobába. Miért? Eredj a másik szobába is, ne kérdezz olyan sokat. Én is szeretném látni az Erzsit. Menj be egy-két. Jaj, milyen vagy. Csókolom a kezdet, nagyságos asszony. Jó napot, Erzsit. Te gyere az elé, ne sírjon. Igenis. Hallom, fiú? De még milyen fiú, 4 kiló. Gratulálok, hanem a jövőben csukott ablaknál adjon. Igen. Persze, azt kellene, hogy a gyerek apja elvegye feleség. Ugyan, hiszen tetszik tudni, milyenek a férfiak. Nem is láttam azóta. Pedig megesküdött a nővére egészségére, hogy elvesz feleség. Aztán lehet, hogy nincs is neki nővére. Na jó, most menjek ki a konyhába. Csak egy kérdésem volna még nagysága. No. Hogy a polgármester úgy meg ne tudja a dolgot. Ne féljen, nem szólok neki. És a Klári kisasszonynak se tessék szólni. Isten őriz, hiszen neki még fogalma sincs az ilyen dolgokról. Jó napot, Erzsi! Kedvét csókolom, Klári kisasszony. Tudja, hogy a gyereket be kell jelenteni a városba. Fogalma sincs neki az ilyen dolgokról. Most ki? Ja, igazán ilyen vagy ilyen kisgyerekből olyan nagy dolgot csinál. Aztán majd szedje rendbe egy kicsit a szobát, amióta nem volt itthon, úgy néz ki minden, mint kártában robbanás után. Igenis. Mit tetszik? Klávé miatt vagyok itt. Levelepozott? Itt van a zsebemben. Adja ide! Maga a polgármester? Nem. Hát én a polgármester úrnak hoztam a lábát. Akkor menjen a polgármester úrhoz. Várjon, míg felébred. Alszik. Alszik. Maga a felesége? A szakácsnője vagyok. Örvendek, ne van nagy mi. Köszönöm, nem vagyok kíváncsi a nevére. Egyáltalán nincs kedvem katonákkal ismerkedni. Hát én nem vagyok katon. Maga nem katona? Kérdezzel csak meg az őrmester urat. Mindig csak azt mondja maga ma. Az minden, aki uniformusban én azzal szóba nem állok. Hát nem állj ma akkor. Ismered magukat, jönnek, elbolondítják a lányokat, aztán eltűnnek. De kérem, én nem azért jöttem. Engem az őrnagy úr küldött. Én mondtam, ne küldjön senkit az őrnagy úr. A polgármester úrhoz küldött. Akkor menjél a polgármester úrhoz. Az én fejemet nem fogja elbolondítani. De kérem, én nem azért jöttem. Nem azért! Ismerem én magukat, ablakon beugrani. Na egy-kettő hordjál magát. Na, Lavi! Majd jöjjön később, ha a polgármester úr felébre. Nem szégyelni magát, ha meglát egy nyitott ablakot, rögtön beugrani rajta. Én? Soha életemben nem is tudok ugrani. Na menjen egy-kettő, hordjál magát! Csak tudnám, mit akar attól az ablak. Hordjátok a katonát, milyen tulakodóan viselkednek. A nagysága azt mondta, menjen ki a konyhába, majd én itt leszedem a szobát. Jól van, csak aztán csinálj egy kis rendet, mert a nagyság azt mondja, hogy úgy néz ki minden, mint karcag a robbanás után. Arról, ha a hadnagyúr minden délután felrobbantja itt az egész szobát. Na persze, a hadnagyúr, különben is mi közöm nekem hozzá? Mondja! Rálunk, hát te mit csinálsz? Elgondoltam,
Elmegy az ablakon, az Isten áldjon meg valaki ablakon. Nem szereted, ha az ablak előtt áll? Hát nem hat. Na hát ez egy könnyen segíthet. Béna. Károly, elvette az Isten az eszedet. Az egész ház itthon van. A polgármester is? Persze, itt alszik a szomszéd szobában. Hát adj egy csokkot, és aztán rögtön kiugrom. Jól van, na. Na itt van, de most aztán menj. Hát, Isten áldjon. Hát már elmész, Károly. Szerintem van a polgármester. De itt az. Hát akkor jó. Jaj, cica, eszem azt a csöv kiszállt, nélküled még a mennyország is más. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöv. Kiküldtem, hova küldtem, és mit akarsz? Hát nem tudja megmondani? Mert izé... A katona azért jött, mert a hadnagy úr itt felállította a kesztyűjét. Na látja, kérem! Meg tudom megmondani, mit jöttem a kesztyű miatt? Hát itt a kesztyű, és mondja meg a hadnagy úrnak... Igen, és megmondom! Mit mondom, még azt sem tudja, mit kell megmondani. Az nem baj, én azért megmondom. Tessék, itt a kesztyű, menjél! Igen, és... Hova megy? Hát ki? Hát ne arra megy, hanem arra menjen, ha már ő jött. Igen? Mondja maga a hülyát! Hallani a kiára! Igen? Ne számol, csak tedd el! Csak rám sem áll a hadnagyukát! Na, mit csinált itt? Hát a nagysága azt mondta, hogy takarítsak. Takarítson reggel, most pedig menjen ki, és a Schrammek úr keres, akkor küldje be. Schrammek úr már egy fél órája várja, hogy a polgármester úr felébredjen. Akkor menjen, és mondja meg, hogy felébredtem. Igenis. Van szerencsém, polgármester? Jó napot! Üljön le! Köszönöm szépen! Mert ezt a kényes dolgot nem akartam a városházánál intézni. Azonban a felső hatóságoknak mégiscsak be kell jelenteni. Elvégre a polgárság nem sűrheti, hogy a lányai becsülete áldozatul essék a katonaság erőszakos viselkedésének. Én! Megőrült maga! Bocsánatot kérek, olyan szép szónoki fórum. Nem értek. De kérek! Mondja! Hány százalékkal emelkedett tavaly ott a törvénytelen gyerekek száma? A százalékot nem tudunk kiszámítani, de a tavaly 9, az idén 90. Hallatlan! Hát disznóság! Nem tehetek! Nem magáról van szó. Úgy látszik, a kaszárnával Szodoma és Gomorra köveit rakták rá. Én! Nézze, Schrammek úr, ha még egyszer érezni kirúgok! Végre csak, hogy felébredtél. Felébredtem? Már két órája beszélek itt Schrammek úrra, nem igaz? Igaz. Tudod, hogy hazajött Nelszi? Igazán? Na ha, ne beszélj. Ennek igazán örülök. Fogyott valami? Valami. Soka? Íze úgy 4 kiló. De azért jól néz ki, különben itt van. Erzsi, jöjjön be! Jó napot, polgármester úr! Jó napot, Erzsi! Aztán majd jöjjön ki a konyhába! Igenis! Na látja, Schrammek úr, ha akar manapság egy igazi tisztességes hajadont látni, akkor nézzel meg Erzsi kisasszon! Sztárgy, szép! És emellett mi a gyönyörű gyárékához! Erzsi kisasszon! Erzsi? Igen, majd elentettem a hivatalunkban! Igazán? Takarodjék ki!
vissza! Ki az apja? Nem tudom. Nem tudja? Nem tudom. Tavaly, mikor a bevonulás ünnepé volt, egy katona bemászott az ablakon. Nem érdeke. Gondolkozzon egy kicsit. Nem maradt valami az a katona után? De igen. Micsoda? Hát a gyerek. Nem maradt ma semmi? Igen, a fütyülője. Álmea. Na, az őrnagyúr azért felállni fog, és ha az egész zászlóhajnak és az egész hadseregnek is tartásdíjat kell fizetni, ki fogom nyomoztatni a tettest. Éj, üljön le! Írja. Igen, tisztelt őrnagy úr. Igen, tisztelt. Az ön tisztelt zászlójának egy tagja. A bevonulás éjjelén. Szakácsnőmnek a szobájában. Felállította az itt mellékelt fütyülőt. Melynek következtében. Múlt héten a gyerek megszülent. Hallod, no? Ez a kettő megint itt van. Itt? Ó, ez megint. Nem, itt. Értse meg, ezt nem kell írni. Jól kéne. Tessék. Felettem valahosan, bár ittem a szoba. Igazán? Nem mondja, azt hittem, bár öppű. Nem, kérek, itt az ajtó, jöttem. És miért a szabad kérdeznek? Jelentem valahosan... Ne jelentsen, hanem azt mondja meg, hogy miért jel. Azért már küldtem. Miért? Talán zongorázom, itt nem jel. Nem, zongorázni nem tudok, csak szajhormónika. Sajnos nincsen ma. Akkor nem. Azt mondja meg, hogy miért küldték. Különben mit kérdezem én magam? Tessék, itt a kártyám. Nagyon szépen köszönöm. Éppen jó. Mire van még? Választ. Választ? Mire? A kesztyűre. Akarom mondani a levélre. Miféle levélre? Hát, amit az előbb nagy úr küldött. Kinek adta azt a levelet? Senkinek, itt van a levelet. Ember, hát hogy akarra a választ, ha zsebében van? Na látja is még. Na hát, éppen jókor kéri az őrnagy úr, hogy hetenként egyszer engedjem át a városi fürdőt a katonáknak. Hát engedi, polgármester! Szó sincs róla. Nagyon állj! Na hát nem kérdezik. Van nekünk elég dolgunk még fürödni. Mondja meg az őrnagy úrnak, hogy ami nem kerítja elő a gyerek apja, az a gyerek, amelyen a katonasága házamat tisztelte meg. Különben mi közel hez maga annak? Várjon, majd rögtön megkapja a választ. Sramek, gyerünk! Pardon egy pillanatra, kinek a gyerekéről van? Legyen nyugodt, hamarosan azt is meg fogom tudni. Várjon kint az előszobába. Mindegy jó! Kártoltja a vonal, de sajnos a kártya van. Úgy mondhatják, Krista, az én szívem ajtaja nyitva áll maga előtt, csak maga fél belépni a kártyát. Tíz pár csókot, egy végből, egy végből, a legédesebb jéből, galambó, a legédesebb jéből. Maga mit csinál? A fürdés miatt vagyok. Maga megőrült, itt akar fürödni. Én már
nem akarok sehol se. Örülök, ha nem kell fülődni. Ön nagy urak volt fülődni. Ön nagy urak itt akar fülődni? Nem, a legénység. Itt? Nem, a városi fürdőben. Leváltoztam polgármester úr. Úgy, hát mit? Nem mondja. Ha mondom. Mondja, izé, hogy hívja? Nótnyi. Mondja a Nótnyi maga, látott valamit? Hát nem sokat, mert a kisasszony kocsatát tetszett a kókét. Hát hallgass ide, maga nem látod semmit. Na, de azért valamit se csak látod. Nézd el, pian, maga jó katona. Épp pedig, ha egy jó katona, akkor fejjel valója azt mondja, hogy nem látod semmit, akkor maga nem látod semmit. Érti? Igen, nem láttam semmit, hadd nagy. Na, maga honnantok át a nálam ezt tisztiszolva? Igenis. Rendben? Nincs rendben. Miért? Hát az öreg tudja. Micsoda? Michael? A polgármester. Mit tud a polgármester? Hát a gyerek. Micsoda? Miféle gyerek? Hát ami a... Csak azt nem tudja, hogy a hadnagy úr az apja. Én az apja? Hát igen, hadnagy úr, én nem szólok senki. Na hát ez borzasztó! Ilyeneket kell nekem hallani! De klajtom, az Isten arra! Adjon békét! Tessék itt a levél, viheti az őrnagy úrnak. Hadnagy úr, ezt igazán nem hittem volna. Igenis. Hadnagy úr. Legyen nyugodt, én nem szólok senkinek egy szót sem. Csak a gyerek állam aludjon. Hadnagy úr, akarja, hogy magamra aludom azt a gyerek. Hát te mit csinálsz? Én leváltoztam a polgármester úrnak, hát te miért jöttél? Nekem egy ismerősöm van itt, a szakács. Igen, találkoztam vele, igen, mérges lap. Beszéltél vele? Beszéltem, ha. És nem üzent nekem semmi? Hát ugye általában a katonáknak üzent valamit. De nohogy, én átmegyek ide a trafikba cigarettát venni, ha bejön a lágy, mondd meg neki, hogy adja neked a csomagot. Miféle csomag? Egy kis izé. Elemózsia. Ígérte, hogy hoz nekem valami. Aha. Aztán a csomagot ide adod nekem, jó? Jó napot! Jó napot! Hát maga még itt van? Hát maga ott vartam. Engem bizony ne várjon! A csomag miatt? Miféle csomag miatt? Hát amit a... Azért, hogy adja nekem ide a csomag. Nem nekem a Károlynak kell, csak hogy én vegyem át magam. Én nem ismerek semmiféle Károlyt. Mit cipel a kosarában? Semmi köze hozzája. Akkor alá a szolgálja. Thank you.
Rita, 16 esztendőse volna kislány, 16 esztendőse volna kislány, Ritáló, regutáló. Megoldtál itt van? Igenis, három személyre. Hát csak figyelmeztetem, hogy minden rendben legyen. Különben visszaküldöm az átlát. Én csak olyan tisztilágényt tartok, aki még a gondolataimat is kitalálja. Igenis. Hadnagyú, én egyszer láttam a cirkuszban egy olyan ember, aki minden vendégnek a gondolatát kitalálja. Pedig nagyon érdekes. Ha tudok a baj, de mázom, hogy egy kifarskatúja. Nem érdekel. És ő mindjárt megtalál. Én csak meg, hogy nem érdekel. A hölgyek csengettek, azonnal nyisson a nagyot és vezesse vajukra. Pedig nagyon érdekes volt. Ám nem hallgatni, nagyon hallgatni. Ját még ját, ezt már nem hallgatom. A pad alatt volt a gyufáskapja. Én is megmondtam neki. De a tesztem, jó napot! Jó napot! Hát maga mindent tudok! Én itt vagyok a nagy úrnál a kolmazon. Mit? Micsoda? Mint titka. Mint titka. És mennyi a fizetése? Hát először úgy volt, hogy nem kapok semmit. És? Úgy is mond. Igen? Ó, igen, már csak ritka. Ritka? Naponta egyszer, de csizmáltak nem. Hát hallgasson ide, ritka. Mondja meg a hadnagy úrnak, hogy a nagyságos asszony és a kisasszony csak fél óra múlva jönnek. Ide jönnek? Igen, mert nagyon kíváncsiak arra a híres kávéra, amit a hadnagy úr főz. Én is tudok kávét főzni, nem talán. Nagyon finom kávé lehet. Na, majd megmondom az üzenetet a hadnagy úr. Na, Isten áldja meg! Szóval siáltál, beszélgessünk egy kicsit. Én! Katonával! Soha! Mondja, miért haragszik úgy a katonával? Csináltak azok magának valamit? Nekem semmit, mert én nem is állok szóba velük. De tudja, van nekem egy barátnőm, a szegény itt hagyta az ablakot egy éjszaka. Hát a fene egyen meg nem bemászott rajta egy katona. Bemászott-e? Bebizony, és aztán egyszerűen ott volt a gyerek. Aha, a gyerek. Az is van az. Hát, hogy ilyen gyönyörű gyerek. Hát meg kellett volna csukni az ablakot. De hiszen nyár volt. Az mindegy, ott az ablakot mindig be kell csukni. Hiszen adja meg. Mégis elmegy. Hát kísérem egy kicsit, ha megengedj. Igen, én nem hagyom egy katonával végig kísértetni magam az utcán. Hát akkor maradok. Hát a sarok igazét lekísérhet, nem igaz? Deri már menni vagyunk, amit! Zoltnyik, menj el a konyhába! Zoltnyik, hol a tájban mozdulatot a kávét? Pis! Zsolt, hogy kárjusztál ide? Hát nekem a postem itt van szerda helyett. Hallottam, hogy itt szolgálsz, gondoltam magamban, meglátogatlak, mint régi jó barát. Hát ez igazán kedves tőle. Nézd, Gyuri, te egy okos lány vagy. Mit kártélják én itt neki? Hogy úgy mondjam, ma udvarolok egy lánynak, majdnem a mennyasszonyom. Úgy? Úgy. Tehát is gratulítok. Látod-e, hűtlen, milyen vagy? Hát azonnal mondani kellett volna, ha tudom, nem jövök ide. Na, szervusz, Pista. De azért szeretnék veled találkozni. Ha szeretnéd, gyere el majd az országba. Akarom, hogy taníts engem tökéletesen magyar. Igazán elragadó vagy még mindig. Hűt, amindegy, hát egy maritonnak. Bár, én ajtót nyitok, te addig menj be a legény szobába, és én majd gyárátlát harcsom nyar. Te, és ha oda is mennéznek? Hát, nem is gondoltam. Van ott egy szekrény bújott itt valamit. Jó, de nagy sokáig a szekrényre. Látom, én semmit rögtön sem tudom. Szóval itt látható a híres skál.
Nem csak látható, hanem kóstolhat úgy. Hol a mama? Kint a kertben megáll csodálni a maga rózsáit. Tudja, milyen a mama. Ha meglát egy rózsabokrot, nem lehet onnan elmozdítani. Egyébként mindjárt itt lesz. Nem olyan siány? Remélem négyre is jut kávé. Négyre? Miért négyre? Váratlan vendégről is van szó. Hogy érti el? Apa is eljön. Látál meg igazán örülök. Ugyanis az öreg hallani sem akart arról, hogy ide jöjje. Azt mondta, nem illik két hölgy egy legény lakásába jöjjön, aztán beleegyezett. De csak azzal a feltétellel, hogy ő is eljön. Hát ez igazán kedves tőle. Talán addig is... Puffa, mama. Talán addig is menjen a kedves a bevédőbe, én majd ajtót nyitok. Jó. Mondja, hogy... Nagy úrnak alázatosan jelentem, a polgármester kisasszony üzentet jött csak egy fél óra múlva. Komolyan? Komolyan. Csak nem képzeli a hadnagy úr, hogy viccelni fogok. Mit szól hozzá, a kisasszony már itt van. Igazán? Igazán. Hogy múlik az ide? Hát figyelj, ott a maga van, a szobájában van egy hő. Értette? Hogy kell jutni? A vendégek, a polgármesteri rájönnek arra, hogy itt egy hölgy van, akkor maga azt fogja mondani, hogy az a hölgy maga ahhoz jött. Hát miért jött az a hölgy én hozzám, hadd nagy útkére? Miért? Csapkozni. Hadd nagy útnak alázatosan jelentem, nem is tudok csapkozni. Hogy a maga, hülye? Nem vagyok hülye, kérem, csak cipő felső rész készítünk. De csapkozni nem. Fogja valahát, az a hölgy maga ahhoz jött és tunk, tunk. Ha esetleg dominót lát játszani, azt tudom. Zsolt, én nem akarom, hogy a polgármester itt megtudja, hogy az a hölgy én hozzám. Miért? Miért? Hát nem tud maga gondolkozni, Nógy? Aha, csak miatt. Igen, a sok. Ugyan kérem, csak nem játik rossz mérben a hadnagy úrtól sapkot. Isten adja meg, nem a sapról van itt szó. Vagy úgy? Na hallja Istennek, már érti? Nem. Nem van, maga újságokját sosem megírtem. Akkor hogy? Az a fontos, hogy a hölgy ne jön ki a szobából. Aha, most már értem. A hadnagy úr azt akar, hogy a polgármester kisasszony meg ne tudja, hogy az a hölgy. Tudok én mindent, tessék csak rambi. Na aztja! Mit kell itt sapról beszélni? Egyszerűen meg kell mondani, miről van szó. A hadnagy úr nyugodt le. Nem engedem ki a szobából, akkor sem a dominózni a fog. Én nem tudom, hogy milyen a példát kezdem bárni. Hadd nagy úr! Hol van a hölgy? Hol van a hölgy? Hol van a bánnyú? Mondja, hol mászkál! Semmi tessége, tartsd vissza a szobába! Nézd oda, mit gondolod, talán nem tudom, hogy a hadd nagy úr szerető. Én? Talán majd elhiszem, hogy sakkozni jött ide. Hát hogy beszélni sakló, kérdem? Egy, kettő, befelé. Nem maga ő? Én nem minden itt van. Szabadon mászkál ki! Engedjen! Tessék rám bizonyt! Nem adtam ide be! Remélem, nem volt az alkonyban. Ah, csak benyomtam. Hadnagy úr, ne tessék haragudni! Én igazán nem hittem volna, hogy a hadnagy úr egy ilyen csúnya nővel. Először is semmi közelhozzam. Másodszor meg nem is csúnya volt. Ez ő! Na, nincs az a társas játék, amit én ezzel megtudom. Hogy a hadnagy úr szeret.
amíg az meg nem történik, nem hagyom annyiba a dolgot. Ha kell, magahoz a miniszterhez is elmegyek. Ugyanaz, hogy így! De ne tudjál az dolgot! Semmi között. Mi van itt ki? Furcsa katona, nem van. Hol a felesége? Hol a mama? Kint a kertben nézi a rózsákat. A rózsákat nézi, és te itt vagy egyedül? Hogy egyedül? Én is itt vagyok kint. Én sem vagyok úgy a fogalmas. Nem kérdez, de gyere, keressük meg a mamát. Egy anyának a lánya mellett van a hája, ha már az a lány minden állat tízítélni akar egy katona tisztét. Vamos, Charles.
A hadnagyunknál mit csinálsz? Semmit a bordban. Hát nem én dobott ki téged a hadnagy. Ám jó. Milyen? Most vettem egy sakktáblót. Emiatt dobott ki? Igen, már nem tudtam sakkozni, de most megtanul. A hadnagyunknál kell volna sakkozni? Nem. Hanem? A polgármesternél. Hallottak már ilyen? Én is csodálkozom rajta. Most onnan keresek egy olyan kutyamosót, aki sakkozni is tud. És emellett a nő bántult a szekrényben. A polgármesterné? Nem, a más is. És elájult. Ki álljult el? Ha mit tudom én? Hát most mondtad, hogy egy nő elájult a szekrényben. Igen, de nem tudom, hogy kicsoda. Sos elálltam az életben. Mondta hülye? Nem, cipő felső rész készít. De Károly, azt mondtad, tudsz sakkozni. Hagyj békén, ne fosztasd meg hozzávalgod. Én nem tudom, ezek miért haragusztak mint. Miért vagy olyan mérges? Nem tudod, hogy a második szakasz kihallgatásra van rendelve? És a hadnagy úr pont engem tett felelőssé, amit a gyerek. Na így. Te hülye, bejön a lány és megismár, hogy én vagyok az apa. Ugyan már egy kis bajsz ne azt tettél azért, hogy ne ismárjen meg az alatt. Ugyan, a bajsz csak messziről arca, az közelről meg fog ismárni. Persze. Tehát, azt mondom az őrnagynak, hogy beteg. Te, ez téged becsukott? Na látom, aki be van csukva, az nem megy kihallgatásra, érted? Értem, szóval inkább jössz kihallgatásra, mint hogy lecsukasd meg. Nem, fordít. Fordítva jössz kihallgatásra? Inkább lecsukasd meg magam. Ülla csalga, ülla, itt nem elég fontos. Két perc múlva nincs itt, elvett. Igen. Ő nagy úrnak alasan jelente, a kisasszony most jött be a kapu. Bravo! Jó napot! Jöjjön csak ide, kisasszony! Nézzel körül, remélem megtalálja, mit keres. Hát nem ismerhette meg az illetőt? Nem. Várjon csak kisasszony. Fiú, itt egy tisztességes leányzó becsületéről van szó. Ávalom, hogy a tettes önként gyerekre. Már, mint hogy körülbelül én voltam. Hogy jött körülbelül? Látja, én voltam. Miért nem elkezdett rögtön? Ha már csak most jutott eszembe. Hát elég dolog, hogy bevalljak. Kisasszony, amit látja, megtaláltuk a tettest. Nem találtuk meg. Hogy? Nem ő volt. Nem én voltam. Nem maga volt. Nem az? Nem. Hát akkor maga mit akar? Hát akkor nagyon sajnálom, kisasszony, mondja meg a polgármester úrnak, hogy többet nem tudok tenni az ügy érdekében. Igazán nagyon szép, hogy magától nagyon szép. Miért nem hallott, hogy én vagyok a gyerekokként? Azért, mert nem magasz. Úgy szeretném volna valahogy. Hát mindegy az, az a gyerek már úgy is megvan, én is szeretem a gyerekeket. Az lehet is, mert olyan édes. Hozzá mennék feleségül. Hozzá menne feleségül, aki a gyereknek az apja? Igen, a polgármester is azt mondta, hogy a becsülete miatt hozzá kell mennem. Bármi is a foglalkozása? Azt látom, hogy a maga foglalkozása katona, csak azt nem tudom, milyen rangban van. Szafrangban. Szeretnék adni magának holnapra rendezvényt. Tudja, hol fogunk találkozni? Hol? A boltban. Milyen boltban? A sírboltban. Ott lesz a sós is. Milyen sós? A koporsok. Thank you.
tudomásul, hogy nem fogok itthon maradni. Tudomásul van véle. Uzsonnalhat az őrnaggyal egyedül. Még mindig kellemesebb társaság, mintha veled uzsonnáznék. Úgy. Szóval azért hívtad meg az őrnagyot, hogy békülják kivárat. Igen, készül-e bocsánatot? Szóval járuljak Elenin Kanosza király, a pápa Elenin. Először is Kanosza nem egy király, hanem egy város. Másodszor pedig a te polgármesteri állásodról van szó. Lemondok inkább. Te lemondasz, de én polgármesterni akarok lenni. Én nem akarok lenni a polgármesterni. Éppen ezért az önnagyúrban így fog uzsonálni. És az állatkör? Miféle állatkör? Szóval nekem tűnöm kell, hogy a katonák egyszerű polgárványok becsületének a kutbáleti póriának. Kérlek, kedves Lajos, hagyd már azt a titrást, itt egy gyerek született és passz. Úgy, a katonáknak szerinted minden szabad. Honnan tudod, hogy katona fiam? Honnan? Hát az Erzsi mondta. Ugyanamit egy butalány mond. Már bocsáss meg, mégiscsak tudja. Hát egy civil volt. Civil? Igen. Az lehetséges volna. Már megbocsáss, úgy tudom, ilyesmi civil körökben, hiszen ő szokott fordulni. Egy civil, megjegyzem, az lehet. A civil is ám be, és akkor ugye már nem is volna fogom haragudni az őrnagyúrra. Megjegyzem alapjában léve egészen kedves ám be. Nagy Sános asszony, kérem, szerinthetek? Még ráig, igenis. Erzsi! Tessék! Nézd rá, Erzsi, maga egy okos leányzó. Mit akarsz? Bízd csak rám! Tudod, hogy nem bízom rá, mit akarsz? Nézd a kedves Erzsi, minden ember életében nem is fordul, hogy... Mit akarsz? Bízd csak rám, meg akarom kérdezni, hogy... Lajos, te ne kérdezz semmit, te csak bízd rám mindent, te már elég baj csináltam. Úgy! Lajos, csak figyelmeztetni akarlak, ha bevágod az ajtót, meglátod, mi történt. Mi történt? Majd meglátod. Nagyon félek a te fenyegetésed. Ki mehet? Nagy Sános asszony, Sramet úr van itt a városházáról. Ja, igen, a Sramet. Igen, a Nagy Sános asszonyról akar beszélni. Igen, tudom, küldje be. Igen is. Kazét csókolom. A Nagy Sános asszony hivatott? Igen, parancsoljon helyet foglalni, Sramet úr. Köszönöm szépen. Ugye maga nőtlen ember? Sajnos. Mondjam, hogy tetszik magának a miért? Nagyon csinos lány, csak az a kár, hogy úgy tudom már a gyerekem. És van ám egy kis pénze is. Hát hiszen manapság a gyerek nem is olyan nagy dolog. És bizony, ha tudná, milyen nagyszerűen fő. Ó, az mással is előfordul. Hogy jó fő? Nem, hanem hogy gyerekem. Az én kollégám is elvette le, annak is volt. Na jöjjön, Sramet, majd mind megbeszéljük a dolgot. A polgármester urat keresni nyomadni úr? Nem. Hanem? Ide küldött az őrnagy úr a sarokra a fűszereset. Hát gondoltam bánni. Minek? Mert már régen nem tudtam magával találkozni, és meg akartam kérdezni, a szárnyalban miért nem hallott, hogy én vagyok a gyerek? Azért, mert nem magad. Úgy szerettem volna, ha hallolja. Az nagyon szép volt magától nyomatni, de most menjen, mert az egész házban van. Igen? Hoztam már valamit. Mit? Egy kis csomag. Nézd el, nyomatni maga, nekem nem hoznom semmiféle csomagot. Tulajdonképpen nem is magának hoztam. Hanem? A gyereknek, tegnap vettem. A gyereknek? Maga igazán nagyon kedves ember. Hát az ember megteszi, amit megtehet. Finom hali fox. De hiszen a gyerek még 6 hetes. Hát nem is mostanra vettem. Hanem? Majd a jövő téren. Arról nem tehetek, hogy onnan állam. Mégis nagy nehézség volt, hogy ide jött az egész házi fogva. Nem kell félni, hoztam levelet. Kitől? Az őrnagy úrtól. A polgármester úrtól? Nem. Hanem? A fűszeresnek. Itt az őrnagy úr a fűszeresnek
hogy mit küldjön. Na is? Hát a majd bajol a polgármester rá, hogy ne larmaz, odaadom neki a levelet. Hát aztán a legfeljebb vissza, hogy... Hát mi? Ha valamit csak ki kellett találni, hogy beszélhessek magához. Akármilyen hivatalos ügyben jött is, tessék kint várni az előszobába. Mit akar maga itt? Jelentem alasan, beléptem a szobába. Hagyjam a rendetet! Baszik, hogy jelentem alasan, mit akar? Egy levelet hoztam. Egy levelet? Kitől? Az őr nagy úrtól. Az őr nagy úrtól? Igen? Mondtam ennek a katonának, hogy várjon az előszobába. Miért várjon az előszobába? És egyáltalán hogy beszél maga ezzel az úrral? Igen, mindig olyan goromba kérem. Vegye tudomásul, hogy az én házamban mindig nagy megtiszteltetés volt, ha egy katona átlépte a küszöbömet. Noppo. Nem szoktam sem. Nézd, a vitéz úr, akar inni egy pohar snapszot? Köszönöm, snapszot nem. Nem kell olyan hamar lámondani, kávét is. Nézd, a Erzsé, vigyel ki a vitéz urat a konyhába, és kínálj meg egy pohar kávéról. Igen is, na jöjjön. Mivel iszta a kávét, vitéz úr? Ővel. Kávé. 10 doboz szardinia a paradicsomba. Ilyet még nem hallottam. Hullom az ő nagy úr küldött levelet. Igen. Mit ír? Mit ír? Tessék. Küldjön 5 kiló kocka cukrot. 10 doboz szardiniát paradicsomban, 1 kiló sonkát, 1,5 kiló teát, 2 kiló kávét. De jót, mert különben abban az utcában nem teszem be a lábam többé, és 10 üveg 3 csillagos konyakot. Várj, Marusi őrnagy, mi ez? Nem értem. Nem érted? Nem értem. Hadisa. Hadisa? Igen, békafeltétele. Csak így békül hátültjük neki a zsákmányt. Én nem értem egy ilyen finom úri ember. Ugyan kérlek, ezek hozzá vannak szokva. Úgy diktál nekünk, mint Hannibal Moszkva kapujába. Lajos, nem Hannibal volt, hanem Napóleon. Mondd már ezeket az angolokat, olyan könnyen össze lehet téged. Hányi meg konyakot? Te küldeni akarsz neki? Na hallod, ezen a csekészségen nem fog múlni a dolog. Én megyek, és bepakolom neki ezeket a dolgokat. Még ilyet nem is hallottam, és társaságban milyen kellemes bulnyát. Várjak még, polgármester! Ja, igen, bocsásson meg, ugyanis valami hadisarcról van szó. Hadisarc? Igen, különben mit kérdezem én maga? Mit dolgozza? Bocsánat, én nem szóltam egy szót sem. Mondja, meggondolta a dolgot? Igen, és meggondolta. Szóval hajlandó hallani, hogy ön a gyerek apja? Hát, ha nekem elviszi. Szóval holnap elmegy az őrnagyhoz, jelentkezik nála, hogy beléptem a szobába, meg ilyesmi. Igen, és bejelentem, hogy én vagyok a kislány apja. Maga szerencsétlen, az nem kislány, hanem hát találja ki. Jaj, el is felállítottam, hogy fiú. Gratulálok! Most pedig menjen és holnap jelentkezzen! Igen, és jó napot kívánok! Viszontlátok! Hát meg vagyunk! Meg nagyon jó, az őrnagyunk meg lesz elégedve! Az őrnagyunk meg lesz elégedve! Mondja meg az őrnagyúrnak! Nagyon hallgass! Mondja meg az őrnagy úrnak, hogy szívélyesen üdvözöljük. Nos, paradicsomos szardéniánk nem volt. Hát küldtem helyette finom, olajos szardéniát. Levél van paradicsomos úrt írva? Igen. Hát akkor én áll sem iszom. Honnan megyek én elő paradicsomos szardéniát? Nagyon hallgass. Legközelebb beszerezzük és küldünk az őrnagy úrnak. Most küldünk az őrnagy úrnak. Na, és hallgass! Na, és hallgass, tessék! Igen, 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 igen,
csukatom le magam. Hővelőnek? Nem, engem azért hővelőnek. Csarolta, ne légy erőszakos. Ha nem akarja elvinni, nem viszi el. Csarolta, ne erőszakos. Fizetek ezekről. Fizetni? Mi bekerül az egész? Semmibe, ingyen adjuk az egészet. Akkor nem bajom, hogy... Mindjárt van, mégis elálltam. Jó van, kedves. Esetleg, ha szekrényt is el akarja, nagyon szívesen. Hát a szekrény az nekem nice. Hát akkor hozzon két katona. Kettőnek is nice. Hát akkor hozzon 5-6-ot valutak a szarnyában elé. Jó napot. Igazán nem kell fizetni semmit ezekért a dolgokért. Nem kérem, nem kér semmit. Azt hiszem, hogy a másról is előkodtam. Nagyságos úton, itt van az őrnagyúr. Őrnagyúr? Igen. Az nem lehet. Az nem lehet, hiszen még meg sem kapta a dolgokat. Ugyan kérlek, te nem ismered ezeket. Ezek megérzik előre, hogy sikerült a dolog, vagy nem sikerült. Talán mégsem az őrnagyúr. De hiszen ismerem. A múltkor bemutatkozott nekem a kaszárnyába. Tetszik tudni, úgy volt a dolog, hogy azt mondta nekem, nézd el kisasszony. Nem érdekel. Igenis. Bocsássa be az őrnagyurat, aztán rögtön derítsen uzsonyám. Tetszik tudni, nagyságos asszony, a kaszárnyában azt mondta nekem az őrnagyúr. Ne beszéljen olyan sokat, bocsássa be az őrnagyurat. Igenis, nagyon kedves ember, olyan szépen ordított. Hát én majd megmondom neki a véleményemet. Nagyon helyes, fiam, de most menj át a másik szobába. Na hát, a saját házamban csak maradhatok. A másik szoba is a saját lakása, csak menj nyugodtan. Na hát, ez hallatlan. Ez egy csokkoló nagyságos. Remélem, pontos voltam. Igen, hogy ne, parancsoljon helyet foglalni, őrnagyom. Már féltem, hogy nem jön el. Ugyan kérem, ki tudna a nagyságos azt, hogy híres kávéjának ellenállni? Ja, igen, a híres kávé. Ha egy asszony felette az időáját, akkor a kávé az, amivel magához tudja vonzani a katonákat. No, én kávé nélkül is szívesen jövök mindig ide. Bezzeg az éjszakácsnőmnek, az elsőnek. Annak aztán nincs jó kávéra szüksége ahhoz, hogy a férfiak. No igen, takaros, nagyon takaros teremtés. Tudja, nagy úr, hogy nem is katonáról van szó? Honnan? A gólya volt. Hát, ezt mindjárt gondoltam. Úgy értem, gólyának hívják, civi. Egy civi? Igen. Érdekes. Nézd el, őrnagy. Bár a között a két dolog között nincsen semmi összefüggés. Én mégis úgy gondolom, hogy az őrnagy úr az éjjeli gyakorlatot, amit a bál éjjelére rendelte, el lehetne halasztani. Úgy gondolja, hogy a katonaság is részt legyen a bál? No igen, mi is ott leszünk, én is, de különben is. Az uram úgy szereti a katonaságot. Hogy meglátjuk, talán lehet valamit tenni az ügy érdekében. Olyan őrnagy, volna egy kérésem. Parancsoljon. Ugye nem fog rám haragudni. Na de miért? Paradicsom miatt. Jaj, te hogy haragszom. Higgy el, az olaj sokkal egészségesebb. Miről tetszik beszélni? A szardériáról. Jaj, Egyébként mindent elküldtem. Kinek? Önnek. Jaj, jó. Igen. Mit tetszett nekem elküldetni? Csomagot. Jaj, jó. Nem engedés. Egy kettőt akarod, de lakadod.
Neked csomag? Miféle csomag? Ezt a levelet a fűszereshez küldtem. Dolodj ki maga, barom, hova ment maga bevásárolni? És ez a fontos. Tudja mit? Végüljünk ki mi? Pista, mit csinál? Pardon, maga polgárját? Én vagyok katonosa. Ma a manátokok vakánünk ki kell végülni. Tehát én nem vagyok magával haragban. Az mindegy, ki kell végülni. Végüljünk ki még egyszer. Fog felem oda megtáncolni? Csak maga ahol. És mit fogunk táncolni? Csárdást, keringőt. Egy a szívem, egy a és hogy a katonaság felesen tartottan a bánnak a lopban.
meg ezzel magam sem csodálkozom, míg a városban ilyen csinos nők vannak. Tudom képzelni, ki tudja valami fogalat. Az ilyesmi már előfordult. Gondolja? Fiatal korunkban. De mit beszélják viszont látásra? Maradjon csak kisasszony. Marad a bálon, ugye bál? Azt akarom mondani, ha esetleg a bál után, mondjam csak. Örnek úrnak alázatosan jelentem, nálam nincs hogy. Mindegy, kell kopogni. Mit akarok? Itt nekem fontos dolgom van. Miféle fontos dolgom? Talán maguk, hogy is mondjam, egy jövő tartoznak? Igenis. Na, ha megáll az ember esze egy ilyen egyszerű csúnya kapuló, hát a csinos nő, na hát ez majdnem hihetetlen. Hová tetted a bajszót? Hova? Zsebembe. Rányod, ott nincs is zsebe, hol a bajszót? Levágtam. Az egészen? Igen, hát nem látom. Hát látom, csak nála sohasem lát tudni, hogy mikor vicces, mikor mondod. Ha nem jössz még egy percig, az őrnagy megcsókol. Kicsit! Olyan? Igen. Miért? Rokon? Hát akkor miért akar megcsókolni? Már levágtam a bajt. Úgy erőt nem tudsz. Csak ezek a próbál. Igen, én nem lépek be nekem. Szóltal a nagyot, én nem lépek. A parancs az parancs, katona vagy esküdtet, én nézd meg engem. Igen, találkozom és vízem és levegőben, de nem a színpad. Letvétel, ugye meglátod, milyen jól fog menni, a szöveget már úgy is tudod. Gondolom? Hát persze, na, gyere, kezdjük. Itt jössz te be. És kezdünk énekelni. Jöjjön Kiró Budára, egy jó túról kutára. Találtam egy katonát. Maga egy úgy nőtt eszletél lesz egy katona? Igen, már Kálu is egy nőtt. Katona, de nőtt. Az hülyeség. A lajta is mi? Bocsi! Igen. Én nekem ezzel az asszonyom annyi bajom. Ugyan kérem, felesleges? Nem, hadd lássz ön is, hogy a katonaság ártatlan ebben a dologban. De kérem, asszonyom! Igazítsa meg a nyakkándői, hogyan magalkozom? Kérem, őrnagy úr, ez az egyszerű ember elém ad, és férfiasan bevallotta, hogy ő a gyerek apja. Igen? Igen. Megígérte, hogy a hölgyet elveszi feleségük, igaz? Igen. Jöjjön csak, jöjjön csak! Azt hiszi, nem ismerem meg magát! Te kérem, kedves kisasszony! Egy szót sem! Azt hiszi, el fog előlem menekülni! Ön nagy úr, kérem, megtaláltam a gyerek apját! Tudom, itt van! Ez a gyerek apja? Igen. Talán az anyja? Nehogy kérem, az anyja én vagyok, az apja pedig ez a katona Károly. Maga katona? Igen. Micsoda disztóság maga, női ruhába mászkál? Egy női szerepet játszom. Az mindegy, hallatlan női ruhába mászkálni. Kisasszony kérem, itt magának kell a kérdést eldöntenie. Mondja meg, hogy ki az apa a két ember közül. A két ember közül... ez! Utolja meg kisasszony, biztos, hogy ő? Biztos. Hát mi csak tudjuk. Hát le sem csak
Mivel ügyesen játszott a szerepét kaptellen két hét szabadra. Igenis ő nagyon. Na most, kérem a kérdébet, és közönséget teszek a fejemre. Mivel a katonaságján meg itt barátságba került a polgárságba. De már bátor tudom megkérni, tisztelettel kedves nagy kakezi. Lajos, neki adjuk. Már ki. Na, ezt jól elintézzük. Elény! Segítettek betanulni ezt a színdarabot, és mindenkinek jó mutatást kívánunk a dal. Hallgattam itt, leszek-e volt
Nyitom hatulat, fogva sikkalány, és a bűnt szállítás.